Magyarországon összesen közel 60 ezer hivatalosan bejegyzett civil szervezet van, ennek jelentős hányada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik. Hogy ezek az egyesületek, alapítványok élettel teliek legyenek, értékes rendezvényeket és programokat tudjanak megvalósítani, nem csak társadalmi támogatásra, anyagi forrásokra is szükségük van. Talán a legismertebb ilyen forrás a Nemzeti Együttműködési Alapnak a forrása, amely, hogyha 2012-14-es időszakhoz viszonyítunk, azt látjuk, hogy jelentősen megnőtt, több mint a háromszorosára nőtt, 3,4 milliárd forintról közel 11 milliárd forintra nőtt az az alap, amivel hát gazdálkodni lehet, de ezen kívül az elmúlt két évben olyan új elemek is érkeztek, mint a falusi civil alapnak a lehetőségei, illetőleg a városi civil alap, de ne felejtsük el a személy jövedelemadó 1%-ának a felajánlhatóságát, ami egyébként egy hungarikum, tehát Magyarországon vezették be először, és Magyarországon bevezetés óta egy nagyon szép karriert tudott elérni. Országszerte több mint 28 ezer civil szervezet jogosult ilyen támogatásra. Hogy az összes lehetőség elérhető legyen számukra, minden megyében civil központok működnek, amelyek segítenek eligazodni a pályázatok között. Az elmúlt években a kisvárdai térség szervezetei kifejezetten aktívnak és sikeresnek bizonyultak. Sokféle mutatót lehet nézni, ha csak és kizárólag a falusi civil alapot nézzük, akkor országos harmadik helyezetén, és úgy gondolom, hogy az egy nagyon szép eredmény, és azt mutatja, hogy aktívak a civil szervezetek, de nem csak aktívak, hanem a forráslehívás tekintetében eredményesek is, ami valóban fontos ahhoz, hogy szép és jó célok valósulhassanak meg. A legtöbb civil szervezet a kultúra, a sport, az oktatás és a hátrányos helyzetűek megsegítése területén működik. Ráadásul egyre nagyobb figyelmet kap a 18 és 30 év közöttiek támogatása is.